Sziasztok! Szép hétvégét mindenkinek! Ma egy magyaros, kárpátaljai marha pörköltet fogunk elkészíteni klasszikus változatban, de viszont a tálalást nem klasszikusan fogjuk csinálni, mert nem lesz galuska, de lesz ilyen kásánk. Úgy hívják ezt nálunk, hogy grecska, magyarul úgy hívják, hogy hajdina, és úgy is szokták neki mondani, hogy tatárka. Erről majd egy kicsit később oldalra is teszem, és elmondom a pörköltnek a fortéjait. A legnagyobb fortéja az, hogy mindig sok hagymát kell használnunk. Végül is a pörkölteket, amit itt nálunk csinálnak meg, ahogy a magyarok csinálják, annak az a titka, hogy három fő hozzávalója kell, hogy legyen. A hús, a marhahús vagy disznó, kell hozzá nagyon sok mennyiségű hagyma. Én egy 2 kiló húshoz általában 1 kiló hagymát szoktam tenni. Na, a hagymát fel kell vágni, de azt mondták, hogy a pörköltöt mindig, hogy apróra kell a pörköltbe vágni a hagymát. Szerintem nem, mert a pörkölt mikor fog főni, mert kétszer le fogjuk redukáltatni, és fog főni, a hagymát észre se fogjuk venni benne, mert ez adja meg majd a pörköltünknek a sűrűségét. Így ilyen nagy kockákra vágjuk fel. Nagyanyám minden másnap pörköltet főzött, mert az öreg Géza mindig a pörköltet szeret. Tehát ilyen mi húsevő emberek vagyunk. Én is az is maradok. Persze nagyon sok dietológusok, meg mindenki, már annyi féle ember van, hogy elmondják, hogy hogy kell egészségesen élni. Már félek is valamikor tőle. Nekem egy dietológus doktorom van, a Dr. Berg, ez egy amerikai csávó, aki azt mondja, hogy ha húst eszel, akkor inkább a zsíros húst kell választani, mert a fehérje együtt a zsírral működik a szervezetben. Nincsen szinte zsír nélkül. Ezt mondja a Dr. Berg. És még azt mondja, hogy a marhahús és a birkahús egy jó erőforrás az ember szervezetére. A Dr. Berg nem az amerikai húsra, meg erre a tápozott állatokra gondol, hanem pont az a lényeg benne, hogy ami legelt, és Kárpátalján még nálunk legel a tehén, meg a borjú. Úgyhogy nagyon profi hús van, és mindjárt, mikor fogom vágni, meg is látjátok. Hagymából soha nem elég, és a hagymával azt nem lehet elrontani, mert nem fogjuk látni benne, de ez adja meg a lényegét, a sűrűségét a pörköltünknek. Igaz, hogy most egy kicsit nehéz és furcsa időket élünk itt meg Kárpátalján, de az élet megy tovább, úgyhogy, és ha az élet megy tovább, akkor enni kell, ha enni szeretnénk, akkor meg főzni kell, úgyhogy felvágom az utolsó hagymát. Ahogy mondtam, 2 kiló húshoz mindig szoktam használni legalább 1 kiló hagymát. És figyeljetek, hogy működik a régi technika. Így. Még a szabadba is ki tudsz menni, viszel magaddal egy ilyen kis balont, ezt nem fújja el a szél, mint ezeket az új turisztikai cuccokat. Disznózsírt fogunk használni. Kárpátaljai disznózsírt, figyeljétek, milyen minőségű. Teszünk bele egy ilyen jó 120-150 g-ot. A disznózsírt jól felhevítettük, és jöhet bele az összevágott hagyma. Én általában mindig disznózsírt használok, nem használok teljesen napraforgóolajat, vagyis házi olajat használok, ami nincsen kitisztítva, de azt is csak salátára. Sütéshez, főzéshez én vagy vajat használok, vagy disznózsírt, de még titokban elmondom, hogy libazsír is és a kacsazsír is tökéletes az ilyen főzésekre. Na, szépen összekeverjük a hagymát, és a pörköltnek a fortéja. Egyes számú. A hagymát, mikor sütjük,
lassú tűzön sütni kell, és jó sokáig, és folytonosan fogjuk kevergetni, hogy tudjon a hagyma karamellizálódni. Mert mikor a hagyma elkezd megpirulni, és elkezd ilyen aranyszínű barnul, vagyis sül, akkor az azt jelenti, hogy jön ki belőle a cukor, és az karamellizálódik. És a pörkölteknél ez nagyon fontos. Nem sietjük el a hagymasütést. Nézzétek meg, milyen szuper húst sikerült venni. Úgy kell választani a pörköltekhez a húst, hogy legyen rajta zsír. Ez a zsír, ezt nem fogjuk kidobni, ez mind bele fog menni a fazékba, és meg fogjuk pörkölni a húst, és elolvadnak ezek a zsír foszlányok benne. És akkor vágjuk fel. Kárpátalján nagyobb kockákra szokták vágni, de én kisebb kockákra szoktam vágni. Egy, mert hamarabb megsül, és hamarabb megfő, elkészül. A második meg azért egy kicsit esztétikusabban fog kinézni. Na, nézzük. Közben ne feledkezzünk el a hagymáról. Szépen mindig átkavargatjuk. Lassú tűzön megpörköljük a hagymát, mert attól pörkölt. Nagyanyám mindig azt mondta, hogy a pörköltöt fel kell sütni először a hagymát, és utána a húst. És a lényeg benne a második stádium, hogy nagyanyám kétszer párologtatta ki belőle a vizet. Megsütötte, felöntötte, utána megint főzte egy kicsit, és megint lesütötte, és utána jött rá csak a víz, és utána fűszerezte. Lassú tűzön egy ilyen 2-3 órát fog főni. Minél többet fő, annál jobb. Figyeljetek ide! A pörköltünkhöz megpörkölődött a hagyma, és hogy teljesen magyar-magyar pörkölt legyen, meg kell pörkölni benne a húst. Attól pörkölt. Beledobáljuk az apróra vágott marhapicit. Mindjárt fog engedni egy pici levet, de folytonosan kevergetve ezt a levet kipároljuk. Teljesen brutális, figyeld, milyen jól néz ki. Ezt jól össze kell sütni, vagyis, ahogy az ételünknek a neve is mondja, meg kell pörkölni. De még nem teszünk rá egyelőre semmit, a fűszerek egy kicsit később jönnek. Ahogy mondtam, a fokhagymát nem sajnáljuk belőle ugyanúgy, mint a hagymát. Én csak így széllyel nyomogom, ez már új fokhagyma idei, figyeld, hogy roppan. Teszek bele a 2 kiló húshoz, hát egy ilyen jó nagy fejet. És nem reszeljük le, nem nyomom bele, csak így széllyel nyomkodjuk, és felvágom, ahogy sikerül. Higgyétek el, összesül. És amikor főni fog, amikor már kész lesz a pörköltünk, nem is fogjuk észrevenni, hogy ott volt benne hagyma és fokhagyma. Nem lesz benne, csak lesz egy sűrű szósz. És brutálisan, durván összeaprítjuk. Eszméletlen finom illata van ennek az új fokhagymának. És jön bele a fokhagyma. Csak egyelőre a fokhagyma. És ismét pörköljük tovább a pörköltünket. Jól összekavarjuk, és megvárjuk, míg kipárolog belőle a felesleges folyadék. Így. És csak utána jönnek rá a fűszerek.
Na figyelj, erről beszéltem. Már a leve kipárolgott, és ismét sül a húsi. Ha jól megnézed, akkor már se a fokhagymát, se a hagymát már nem is látjuk. Már teljesen elsült, és még fog főni a pörköltünk még egy-két órát, úgyhogy biztos nem fogjuk benne látni a végén. Ez adja meg majd a sűrűségét, ahogy mondtam. Na, akkor gyerekek, készítsük ide magunknak a vizet, és teszünk rá egy pici száraz kárpátaljai vörösbort. Na, a fűszerek. Fekete bors, egy jó pupos tejáskanállal. Egy nagyon harmatnyi kakukkfű, borsikafűnek még nevezik itt nálunk. Oroszul timján, ukránul csabrec. Teszünk bele egy-két ilyen szem szagos borsot. Ne tegyünk bele sokat, mert ezek intenzív fűszerek, és elveszi majd a húsnak az ízét. Teszünk bele egy nagyon pici köményt, de ezt is csak egy csipetnyit, és így el kell dörzsölni, egészbe tesszük bele. Teszünk bele egy kis magyar ételízesítőt, és a lényeg, a dobronyi piros paprika. Ezt viszont nem sajnáljuk, teszünk bele egy ilyen jó három pupozott elevőkanállal. El kell kavarni, mert a paprikát és ezeket a száraz fűszereket mindig fel kell sütni egy picit, és most már a húsink megpörkölődött, már most pörkölt kinézete van. Ekkor jöhet rá a vörösbor, száraz vörösbor. Elkavarjuk szintén. Töltünk rá egy pici vizet, hogy meg ne égjen a paprika. Így. És teszünk bele még ilyen 2-3 babérlevelet. És most a pörköltünket egy jó másfél órára el lehet felejteni, csak arra vigyázzunk, hogy mikor kipárolog a leve, akkor mindig utána lehet önteni. Így a bogrács oldaláról leszedjük ezeket az oda pörkölődött részeket, a pörköltnek a pörköltjét, és figyeld, milyen sűrű már most a leve. De majd azt még beállítjuk a végén. Egyelőre hadd főjön lassú tűzön. Még nem tettünk rá sót, de sózni mindig lesz rá időnk. Így szépen átkavargatjuk, és lefedjük. De csak így félig, hadd tudjon kijönni az erő, a pörkölt ereje. És egy jó másfél-két órát most főzzük lassú tűzön. Gyerekek, eltelt másfél óra, lehet, hogy egy picit több. És miről beszéltem? Figyeljetek ide! Hogy néz ki a pörköltünknek az állaga? A hús itt már látom, hogy majdnem kész van, még egy fél óra, pont annyit kell neki itt bugyogni, hogy elkészítjük a salátát és a grecskát, de kóstolunk egyet, és utána fűszerezzük. Ebben majdnem nem kell semmi, de magyarosítjuk, teszünk bele egy pici gulyáskrémet. Így. Erős pistát én szoktam beletenni, de csak akkor, hogyha mindenkivel megbeszélem ezt a történetet, mert én szeretem a csipőset, de viszont, ha vendégek jönnek, akkor inkább az erős pista kerüljön az asztalra. Mindenki utána fűszerezi majd magának. Ebben nem kell semmi, akartam még beletenni egy pici fekete borsot, de szerintem így tökéletes. És látod, ilyen lassú tűzön kell, hogy főjön, bugyogjon, és akkor nem kapja oda. És
pörkölt lesz belőle. Gyújtunk egy gázt, így szépen beállítjuk. A grecskát amúgy azt is lassú tűzön kell főzni, de csak azután, mielőtt felforralt. Igen, ilyen kis bográcsosba fogjuk főzni. Teszünk bele grecskát, és felöntjük dupla annyi vízzel. Akinek rosszabb a szemmértéke, az mérje le. Én körülbelül megoldom ezt így mérő nélkül. És a grecskát addig, ameddig föl nem jön a víz, vagy el nem issza a grecska ezt a levét, addig nem szabad lefedni, és addig nagy tűzön főzzük. Lehet beletenni egy csipetnyi sót, és majd a végén jön bele a vaj, mert mindig az ukránok, meg itt Kárpátalján a grecskához mindig vajat szoktunk használni. De általában nagyanyám emlékszek rá, hogy csinált ilyen hagymászsírt is a grecskára, úgyis jó, de a marhapörköltöz a grecska vajjal ideális lesz. Kicsit igazítunk rajta, így, és folytatjuk a salátával. Van egy ilyen szép salátástálunk. Hoppá! Ebbe fogjuk fel, még a reakció jó? Na, figyeld, milyen szép paradicsomot kaptunk a piacon, és ezt imádom, ez a zöld paprika. Ilyet télen azért nem tudunk szerezni, de szerintem ez tökéletes. Kezdjük akkor a zuborkával. Hát egy ilyen vegyes salátát fogunk készíteni, minden, ami a kertben van most, vagy a piacon van. Zöldséget ilyenkor kell enni. Minél többet. Végül is én húsevő vagyok, ahogy mondtam, de nagyon szívesen minden nap megeszek legalább egy tányér salátát. Imádom. Ezt most tejfelesen fogjuk csinálni. Felvágjuk sárga paradicsomot. Nagyon jó. És mindent így csak egy tálba össze fogunk dobálni. Színezés kedvéért mindig, hogyha tehetem, veszek másféle paradicsomot is. Nálunk ez most piros paradicsom, de már ez mind itt nő Kárpátalján, gyerekek. És nézzük meg a grecskát. Figyeld, pont ideális. Már feljött, felszívta a felesleges vizet, felemelkedett, és csak ilyenkor kell, vagyis szabad lefedni. De mikor lefeded, akkor a tüzet teljesen le kell venni, minthogyha egy rizset főznél. Így szépen. Hadd enyésződjön. És vágjuk tovább a salátákhoz valót. Az uborkával folytatom, meg is kóstolom. Eszméletlen finom. Úgyhogy vágunk belőle bőven. Így, körökre. Ha vágom a zöldségeket, mindig meghagyom a zöldségnek, hogy látszódjon a struktúrája. Akkor szebben mutat. Nem muszáj nagyon vékonyakra, mert ahogy mondtam, tényleg nagyon finom. És pont úgy szoktam időzíteni, míg megfő a pörkölt, a grecska és a saláta, hogy minden egyszer legyen kész. Így, szépen. Felvágjuk. A zöld paprikát azt viszont csak így fogom felvágni. És a fő szereplő, mert én hagyma nélkül a salátát nem szeretem. Így. És még egy, vagyis a másik felét is belevágom, mert én, ahogy mondtam, nagyon szeretem a hagymát, és a saláta, vagyis nem is a saláta, hanem a paradicsom és a zuborka együtt a hagymával az nagyon jól dominál. Így szépen, figyeld, rárakjuk, és egyelőre nem fogom sózni, ezt majd, ahogy mondtam, tejföllel fogjuk tuningolni,
de megvárjuk, míg elkészül a pörkölt, és akkor frissen besózzuk, rádobjuk a tejfölt, és fogunk ebédelni. Na lássuk a hajdinát, a grecskát. Nagyon szép lett. Erre nem kell tenni semmit, csak vajat. Így rátesszük a vajat. Lefedjük, és majd a tálalás előtt összekeverjük. Hadd olvadjon el a vaj. Folytatjuk a salátával, vagyis már készen van, csak meg kell sózni. Így szépen megpörgetjük egy pici sóval, és teszünk rá két jó nagy evőkanál tejfölt. Így. Általában én az asztalon szoktam összekeverni a vendégek szeme előtt, mert már teljesen szerintem ilyen sóvárgó szemekkel várják az ebédet. Így jó is lesz. Ezt odébb tesszük, és fogunk tálalni. Figyeld, hogy néz ki a pörköltünk. Ahogy ígértem, kaptunk egy sűrű állagot ezzel a magyaros ízekkel. Figyeld, milyen leve van neki. Vagyis nem is leve, hanem ilyen szószerűségben van benne. Ettől lesz finom. És akkor jön a hajdina, vagyis a grecska. Másféleképpen még úgy mondják magyarul, hogy tatárka. Háromféle nevet kapott most a műsorban. De az biztos, hogy ez nagyon finom étel, és nagyon egészséges. Figyeld! Így rátesszük a pörköltet. Vörösboros marha pörkölt. És jön rá egy pici szósz. Így meglocsoljuk. És ezzel a magyaros pörkölttel és ezzel a házi vegyes salátával mindenkinek jó étvágyat szeretnék kívánni, és kellemes hétvégét. Viszontlátásra!